Jól teljesít a magyar gazdaság, a Fitch Ratings pedig megerősítette a stabil besorolását hazánknak. Bánki Erik, a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke a vendégünk, jó estét, kívánok. jó estét kívánok. Minek köszönhető ez a megerősítés? Kedvező véleménnyel vannak ezek szerint a magyar gazdaságról külföldön is. Nem csoda, hiszen a magyar kormány konzekvens 2010 óta elkötelezett az adócsökkentés és a stabil költségvetési politika mellett. Az sem véletlen, hogy a válság idején is a másik két minősítőintézet megerősítette Magyarország besorolását. És látható, hogy a 2022-es költségvetésünkben is arra törekedtünk, hogy a gazdasági növekedés adta többlet források egy részét visszaadjuk a magyar polgároknak. Ugye soha nem látott mértékű adóvisszatérítést kapnak a magyar családosok 600 milliárd forint összegben. Előre hoztuk a nyugdíjemelést, amit ugye évente egy-egy hét emeléssel terveztünk, de lehetővé tette a gazdaság jó teljesítménye azt, hogy már az egész 13. havi nyugdíjat idén visszaadjuk a nyugdíjasoknak. Ez egy 370 milliárd forintos többletkiadás. Emellett a 25 év alattiak személyi jövedelem adómentessége is elindul. Számos olyan döntés született, ami egy olyan kb. 2000 milliárd forintot hagy a magyar vállalkozásoknál, a magyar családoknál, emellett arra is jutott még lehetőségünk, hogy a költségvetésünket stabilizáljuk, és kezdjük el most már a jövő évtől kezdve egy adósság csökkentési programot. A Fitch Rating szerint hogy a gazdasági növekedés elérhette tavaly a 6,8%-ot, ami azért az elmúlt 30 év legnagyobb növekedése lehet. Meg lehet célozni ezt az irányszámot? Hát a jövő évben nagyon nehéz lesz, illetve az idei évben, 2022-ben azért nagyon nehéz lesz. Ne felejtsük el azt, hogy a magyar gazdaság az elsők között volt az Európai Unióban, amely a tavalyi év nyarára elérte a válság előtti 2019-es gazdasági teljesítményt. Ez azt jelenti, hogy a kormány gyorsan, jó időben, jó és hatékony döntéseket hozott a gazdaság megvédése, a munkahelyek megvédése, illetve a gazdaság újraindítása terén. Ennek köszönhető az, hogy egy kiemelkedő növekedést tudtunk elérni 2021-ben, és abban is egyezik a nagy minősítő intézetek véleménye, hogy 2022-ben egy 5% körül, vagy a fölötti gazdasági növekedést tudunk Na Fics írta azt, hogy a magyar gazdaság növekedése tartós lesz, és a költségvetési konszolidáció eredményeként stabilizálódik az államadósság ráta is. Itt mi az, ami közbeszólhat? Ugye a helyreállítási alap, az uniós helyreállítási alapon mindig folyik a vita, itt jogi problémák vannak, azt írta a Fitch Ratings is, hogy ezt is rendezni kell, ezt a, ezt a jogi problémát, és hogyha ezt az összeget megkapja Magyarország, az még inkább egy hatalmas lökést adhat a magyar gazdaságnak. Ez egy kedvező forgatókönyv, önök erre számítanak? Abszolút erre számítunk. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszak eseményei bebizonyították azt, hogy az Európai Bizottság nem feltétlenül szakmai döntéseket hozott, Uh, amivel a magyar belpolitikába uh, akartak beavatkozni, ezt hát közelednek uh, közben, közben a választások, tehát így, van, így van, még így van. fokozódni fog ez? Abszolút abszolút uh, tisztességtelen módon egyébként, mert nem ez lenne a dolguk. Az lenne a dolguk, hogy uh, az unió uh, alapokmányai szerint uh, járjanak el, és megadják a tagországoknak azokat a támogatásokat, ami jár nekik, már pedig Magyarországnak a helyreállítás alap mindenféle feltétel nélkül járna. Ezzel próbáltak minket sakba szorítani a választások előtt is lehetetlen helyzetbe hozni. Nem jött össze ez a próbálkozásuk, pont azért, amiért a Fitch megerősítette Magyarország besorolását és növekedő pályáját látja a magyar gazdaságnak. Olyan mérhetetlen bizalom van a magyar gazdaság iránt ami még egyszer mondom a következetes gazdaságfejlesztési programoknak és a stabil költségvetési gazdálkodásoknak köszönhető, hogy 4,3 milliárd euró összegben tudtunk kötvényt kibocsátani, nagyjából ugyanolyan feltételekkel, mint ami a helyreállítási alapból származó források lennének. Az infláció továbbra is gondot okoz nem csak Magyarországon, az Unióban, és hát most már Amerikában is uh, a Reuters írta, hogy nem is tudják, hogy fogják ezt megállítani, illetve mindenki az Európai Központi Banktól vár további lépéseket. Magyarország mit tud tenni hazai szinten az infláció kordában tartására? Hát itt a jegybank megkezdett azt a kamat emlési politikát, amit ebben a helyzetben a kormány is talán jogosan várt el, ugye egy független intézményről beszélünk, ezt ne felejtsük el, viszont a jegybank törvény ezt kifejezetten kiemeli, hogy nagyon fontos a Nemzeti Bank és a mindenkori aktuális kormány közötti jó együttműködés. Azt gondolom, hogy az elmúlt évek jegybanki döntései azt erősítették meg, hogy a magyar gazdaságpolitikát nagyon erősen meg tudta támasztani a jegybank azokkal a növekedési ítelprogrammal és annak utódjaival, ami a, a gazdaság élénkítését a kormány lehetőségei ez mérten is jóval nagyobb szinten tudta teljesíteni. Azt gondoljuk, hogy a kavatemelési politika, illetve az a stabil költségvetési politika, amit folytatunk, ez egy jó alap hozzá, és hát azok az intézkedések, amiket a kormány menet közben bevezetett, először a, az üzemanyag árstoppal, most pedig az élelmiszer árstoppal, nem beszélve egyébként a rezsicsökkentésről, hiszen ne felejtsük el, ha nem lenne rezsicsökkentés Magyarországon, akkor a nyugat-európai országokhoz hasonlóan háromszorosára nőttek volna az energiaár az elmúlt egy évben. Ez nem csak a lakosságot sújtotta volna brutális mértékben, hanem az inflációt tovább volna. Azt gondolom, ahogy ön is mondta, ez egy világméretű probléma. A magyar kormány és a jegybank döntéseinek közvetően Magyarország európai szinten is jól teljesít. Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan magas az infláció, de ez nem, de ez nem Magyarország specifikus probléma. Az ellenzék szerint az SZIA visszatérítés a 13. havi nyugdíj az, az a kampány miatt van, és ez egy kampányfogások, a kormány osztogat, így akarja elkerülni a, a bukást, illetve hogyha az ellenzék győzne, áprilisban, akkor utána egy csőd közeli országot venne át. Ezekhez mit szól ezekhez a véleményekhez? Hát azt tudom erre mondani, hogy mindenki magából indul ki. Emlékezzünk vissza a 2008-as gazdasági világválságra, amely ugye az Egyesült Államokból indult, és igazából 2009-re ért el Európát és Magyarországot is, akkor a gyurcsány, illetve a bajnai kormány totálisan felkészületlen volt ezen a téren, össze-vissza kapkodva hoztak rosszabbnál rosszabb döntéseket, aminek következtében nem hogy a válságból tudták volna kihúzni az országot, hanem valóban az államcsöd szélére sodorták 2010-re. Ehhez képest a polgári kormány a az elmúlt másfél-két évben számos jó döntést hozott, aminek köszönhetően nem oda jutottunk, hogy csődben lenne az ország, hanem ahogy az imént említettem, olyan kiemelkedő gazdasági teljesítményt tudtunk elérni, ugye jóval 6% fölötti gazdasági növekedéssel még 2021-ben is, amelynek köszönhetően nem, hogy államcsőd közelé állapot lenne, hanem egy 2000 milliárd forintos támogatást tudtunk hagyni a magyar családoknál, a magyar vállalkozásoknál, ez pedig nem kampányfogás, ezt azért tettük meg, mert a, a, a Covid járvány rendkívül hátrányosan érintette a magyar lakosságot. Szerettük volna kompenzálni azokat a veszteségeket, amit ehhez szenvedtek az elmúlt egy év során, ezért döntöttünk úgy, hogy előrehozzuk a nyugdíjemelést, és visszaadjuk a tavalyi évi teljes személyi jövedelemadóját a magyar családoknak. Ennek ellenére pedig tudjuk csökkenteni az államháztartás hiányát. Tehát nem, hogy növekedne tovább az államháztartás hiány, ami egyébként a baloldali kormányoknál volt, és ami csőd közel elpotott jelentett, hanem egy nagyon stabil gazdálkodásról beszélhetünk, amit még egyszer mondom, a három legnagyobb hitelminősítő az elmúlt eh, hónapokban megerősített. Amennyiben marad a a Fidesz kormány és áprilisban folytathatja tovább a munkát. Melyek lesznek azok a legfontosabb gazdasági lépések, ami 2022-ben és 2023-ban a, a fókuszba kerülnek? Tehát mi lesz az, amire elsősorban oda kell figyelni? nagyon-nagyon sok függ attól, hogy az uniós piacok hogyan reagálnak, a COVID-járvány különböző stációira, de itt mit tud tenni majd a magyar kormány, hogy megőrizze vagy fokozza ezt a gazdasági növekedést? A legfontosabb intézkedéseknek most a gazdasági versenyképesség növelésének a terén jött el az ideje. Ugye lezártuk azt az időszakot, 2010-ben millió új munkahelyet ígértünk Magyarországon. Orbán Viktor miniszterelnök úr ezt 2010-es parlamenti nyitóbeszédében mondta el, csak itt jegyezném meg, hogy az ellenzéki pacsorokból akkor élénk és harsány nevetés hangzott el. Egyetlen egy döntésünket sem támogatták egyébként, ami az egymillió új munkai megteremtését szolgálta volna. Ennek ellenére Kormányzati többséggel megteremtettük az egymillió új munkahelyet az elmúlt évre, és most már a gazdaságfejlesztés fókuszát nem feltétlenül a munkahelyteremtésre, hanem a versenyképesség növelésére kell fordítanunk. A jegybanknak volt számos javaslata erre vonatkozóan, ezeket a kormány elemezte, és azt gondolom a következő időszakban, a választások után sorra kell vennünk azokat a döntéseket, amelyek a versenyképességet javítják, a technológiai fejlesztést, az innovációt támogatják. Melyek ezek a lépések, vagy milyen lépések ezek? Ha megnézzük azt, hogy ma Magyarországon az elmúlt évek döntésének köszönhetően a, az ipari termelésben például milyen új, innovatív technológiák kerültek megvalósításra, akkor azt mondhatjuk, hogy Európában, az európai országok közül Magyarország a top 3-ban van a legmodernebb és a legújabb technológiák alkalmazását illetően. Hogy egy példát mondjak csak önnek, a BMW gyár ide telepítésénél ugye született egy kormányzati döntés aminek köszönhetően olyan fejlesztési támogatásokat kapott a BMW, hogy átállította az üzemet, és nem a hagyományos robbanómotoros, hanem a elektromos motoros, ami a jövő zenéje, az elektromos motorgyártásokat honosította meg. Számos ilyen döntést tudnék megmondani, amiben a kormány fokozatos, folyamatosan konzultált a befektetőkkel, és azokat a jó döntéseket meghozta, amelynek köszönhetően a legmodernebb, leginnovatív technológiát alkalmazzák, és a válság rámutatott arra, hogy amikor baj van, akkor először a hagyományos üzemeket zárják be, és mint ahogy ez nálunk is jellemző volt, a, a legújabb technológiát használó üzemek maradnak Működés alatt még a legnehezebb időszakban is. Akkor befektetés a jövőben, magyarám. Így van, pontosan Bánki Erik, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.